Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakcióvezetője. Jó napot, elnök úr! Egyenletesen, de nem robbanásszerűen terjed a koronavírus Magyarországon még mindig. Megfelelőek a járvány elleni intézkedések, ez azt mutatja? Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Az emberek betartják a szabályokat, tehát az a felelősségtudat az elég széleskörűen érvényesül. Attól függetlenül persze, hogy halljuk azokat az eseteket, amikor nem, de azért a nagy többség betartja. Ennek is köszönhető, hogy a személyes érintkezések száma jelentősen csökkent, így hála Istennek a vírus sem robbanásszerűen terjed Magyarországon. Az a helyzet most, hogy Budapesten és más nagyvárosokban is az ellenzéké az irányítás, ott is ugyanez érvényesül, megfelelő a szabályozás, és ezt be is tartják? Miután az önkormányzatok kaptak arra lehetőséget, hogy bizonyos időszakonként, ugye a legutóbbi hétvégén, azt megelőzően pedig a húsvét ünnepek alatt saját szabályokat vezessenek be, az ellenzéki önkormányzatok is, de a kormánypárti önkormányzatok is szigorítottak a kijárással kapcsolatban, hogy az otthonmaradás elérése érdekében lezártak közparkokat, olyan helyeket, ahova nagyon sokan ki szoktak menni, vagy kimennének, amúgy, ha nem lennének ezek a korlátozások, de ezeket a rendelkezéseket is az emberek nagy részt betartották, úgyhogy meggyőződésem, hogy az önkormányzatok is nagyon fontos szerepet játszanak ebben. Az ellenzéki önkormányzatokról pedig halljuk azt is, hogy miután a kormányzat nem hajlandó az idős otthonokban mindenhol tesztelést elvégezni, saját maguk vásárolnak tesztet és végzik el, úgyhogy még azon túlmenően is teljesítenek, ahogy elvárhatnánk, hiszen ez a kormánynak, illetve a járási hivataloknak lenne a feladata. Milyen javaslataik vannak, ha vannak most a járvány további lassítására, vagy legalább szinten tartására? Hát az elsődleges javaslatunk az, hogy az a több tonnányi védőfelszerelés, amely megtalálható egy bizonyos magánraktárban, az kerüljön már végre ki az egészségügyi intézményekbe, kerüljön ki az idős otthonokba, és jussanak hozzá a magyar emberek is. Pont a mai napon láttam Jakab Ferencnek, aki ugye ennek a kutatási, járványügyi kutatási akciócsoportnak a vezetője, az ő bejelentését, hogy megváltoztatják a véleményt, és a maszk viselése az igenis ajánlott, tehát csökkenti a fertőzésnek a lehetőségét, hiszen a tünet nélkül vagy egyéb tünetekkel rendelkező betegek is fertőzhetnek, ezért ő is ajánlja a maszkot. 70 millió maszk érkezett Magyarországra Szijjártó Péter elmondása szerint még 70 millió érkezik, ezért teljesen érthetetlen, hogy miért nem lehet hozzájutni, miért kell az önkormányzatoknak, itt is hadd említsek ellenzéki önkormányzatokat, Miskolc, Szombathely és Pécs, az önkormányzatok saját beszerzései alapján juttatnak el állampolgároknak, az ott élőknek maszkot, de miért van 70 millió ezekben a raktárakban, és miért nem jut el. Tehát ez egy elsődleges javaslatuk, hogy ami ott van védőfelszerelés, jusson el a kórházakba, jusson el a szociális intézményekbe. Ne kelljen olyan fotókat látni, ahol egy házi orvos tulajdonképpen, mint egy szemetes zsákba csomagolná magát, nincs megfelelő védőfelszerelése, miközben a mi képviselőink saját szemükkel látták, hogy hetek óta állnak ezek a magánraktárban. Tudnak erre valamilyen hivatalos javaslatot tenni? Hát nyilván a parlamentben el tudjuk mondani a véleményt, de Szijjártó Péter rendszeresen látogatja a parlamentet, tehát személyesen is jeleztem ezt számára, az operatív törzs felé is el lehet jutatni ezeket a javaslatokat, ugye, de hát nem látjuk egyelőre. Hadd mondjak egy személyes példát, ugye önkéntesként dolgozom, ha nincs parlament a pécsi időseket segítő programban, és a saját szememmel láttam, amikor egy idős bácsinak vittem az élelmiszert, hogy egy kenyeres zacskót húzott föl a kezére, és úgy vette át a csomagot, mert nem lehet hozzájutni védőkesztyűhöz, miközben több millióról beszél Szijjártó Péter, hogy annyit hoztak be az országba, csak hát egyelőre ezt nem látjuk, hogy hogy lehetne ezekhez hozzáférni. Mi a tapasztalata? Hogyan élnek az ellenzéki vezetésű önkormányzatok ezzel a felhatalmazással, amit a kormánytól kaptak? Nyilván az ellenzéki önkormányzati vezetők törekszenek arra, hiszen most egyedül polgármesterként járnak az ellenzéki polgármesterek közül, és nélkül törekszenek arra, hogy ettől függetlenül mindenkit bevonjanak
a döntéshozatalba tájékoztatnak minden képviselőt, függetlenül attól, hogy éppen ellenzékiek vagy nem ellenzékiek, élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a kormány felhatalmazása ad, és ahogy említettem, ezen túlmenően is hoznak olyan intézkedéseket, amelyek a kormány feladata lennének. Ahogy említettem a tesztelést, és ahogy említettem azt, hogy maszkot juttatnak el a állampolgároknak. Milyen gazdasági elképzeléseik vannak a munkavállalók és a munkahelyek megmentésére? A munkahelyek megmentésére alkalmas az a Kurzarbeit elnevezési rendszer, amit ugye Németországban, Ausztriában és több országban is alkalmaznak, de olyan mértékben és olyan módon, ahogy ott alkalmazzák. Ugye ott a béretnek a 70-80, akár 90%-át is átvállalja az állam a költségvetésből, valahol a teljes bérköltségnek ezt az arányát is átvállalja. Magyarországon ez 35%-ba sikerült megállapítani. Most módosítottak ezen a kormányrendet, ami ezt szabályozta, tehát könnyítettek az adminisztráción, de sajnálatos módon ma két multinacionális cég is létszámleépítést jelentett be, több száz, esetleg több ezres számban, tehát ez a magyarországi megvalósítás, ez sajnos kevés, nem elegendő, ezrek veszítik el naponta a munkájukat, ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy hát Ausztria a kísérleti laboratórium, de hát az ottani intézkedéseknek csak töredékét valósítják itt meg. És az is nagyon fontos, hogy aki már elveszítette a munkáját, erről is most szivárogtak ki adatok, mert nem közölnek hivatalos adatokat, azok számára pedig ez a 3 hónapos álláskeresési időszak és az az álláskeresési járadék, ami ezután jár, ez nagyon kevés, ebből nem lehet megélni. Tehát ezek, akik most utcára kerülnek, nem azért kerülnek utcára, mert nem akarnak dolgozni, és ha munkát akarnának keresni, akkor nem találnak munkát, mert ugye szűnnek meg a munkahelyek. Tehát az ő megélhetésükről és az ő családjaik megélhetéséről gondoskodni kellene. Sajnos az látható a kormány politikájában, hogy számokban gondolkodik, hadgyakorlatokat tart, haditervben jár el, a miniszterelnök konásdik játszik, szkafanderben portyázik, és nem az embert nézi, hogy az emberek milyen helyzetbe kerülnek, hogy a munkájukat elveszítik, vagy azok a családok, akik most a beteg hozzátartozóikat kell otthon ápolniuk, mert kirakták őket a kórházakból. Világjárvány idején lát más módszert, mint egy aféle katonai tervezést? Nyilván nagyon szigorú tervezésre van szükség, de az bebizonyosodott több országban, ahol sikeresen kezelték a járványhelyzetet, hogy a nyilvánosság és a teljes körű hiteles tájékoztatás az kiemelten fontos, az őszinte tájékoztatás. Azt látjuk, hogy a kormányzat nagyon sok információt nem hoz nyilvánosságra, hogyha felhatalmazási törvény keretében tulajdonképpen börtönnel fenyegeti meg azokat az újságírókat, akik a megítélésük, a kormány megítélése szerint akár rémhíreket terjesztenek, ugye egy ilyen teljesen értelmezhetetlen jogszabályt alkottak, tehát arra törekszenek, hogy csak az ő interpretációjuk, az ő értelmezésük, az ő kommunikációjuk jelenjen meg, és a valóságból minél kevesebbet lássanak az emberek. Ez nagyon veszélyes, tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Nyilván, amikor haditervezés van, az megint egy más történet, az ettől eltérhet. Persze szükség van tervekészítésre, felkészülésre, csak azt nem értem, hogy miért nem lehet nyíltan őszintén kommunikálni. Most ugye hallottuk egyszer, hogy júniusban tetőzik a járvány, egy pár héttel ezelőtt most májusban tetőzik, most május 3-án tetőzik, eközben május 4-én több tízezer gyereket és pedagógust fognak beterelni épületekbe az érettségi miatt, tehát teljesen kaotikus a kormány kommunikációja, nem segíti az embereknek az alkalmazkodását, és ahogy említettem, a munkaügyi adatokkal is tartozik a kormányzat, egyszerűen foglalkoztatási hivatal honlapjáról eltűntek ezek az adatok visszamenőleg, tehát azt sem tudjuk pontosan, hogy hány tízezren veszítették el az állásukat az elmúlt időszakban. Visszatérve a rémhír terjesztésre, az nem érthető egy világjárvány idején, hogy aki a védekezést akadályozó híreket terjeszt, úgymond rémhíreket, az ellen indulhasson eljárás? Ez nem az újságírókra vonatkozik? Ez eddig is volt, tehát ez a rendelkezés eddig is volt, ami akadályozza.
ugye az új rendelkezés még úgy fogalmaz, hogy megnehezíti. Tehát ez egy ilyen teljesen értelmezhetetlen ilyen gumiszabály, tehát ezt nem lehet pontosan megállapítani. Az a nyilván közösségi média elterjedtsége, az internet felhasználásnak az elterjedtsége, az ad arra lehetőséget, hogy valódi rémhíreket terjesztenek, de az teljesen körülírta a büntetőgi tényállása. Ez az új szabály, ez pedig egy ilyen egy elég tágan értelmezhető dolog, és azt gondolom, hogy ilyen helyzetben nehezen tudja egy újságíró is megítélni, hogy egy adott információ, ami meg birtokába jut és fontos közérdekre tart számot, az most beleesik ebbe a kategóriába, vagy sem. Több nyomozás indult, ugye hallottunk erről számokat, adatokat, a részleteiket ennek nem ismerjük, ahol valóban rémhírterjesztés van, és az megzavarja az embereket, akadályozza a védekezést, akkor természetesen ott el kell járni. Nem tudjuk, hogy az új esetek tekintetében hány alkalommal alkalmazták ezt az új jogszabályt. Mit gondol, lehetne Ausztria intézkedéseit egy az egyben átvenni Magyarországra? Meggyőződésem, hogy lehetne, hiszen hallhattuk itt az elmúlt hónapokban a csinnadra, tehát az 5%-os GDP növekedés az Európai Uniós átlagához képest sokkal magasabb gazdasági növekedésről. Hallhattuk a számokat, hogy hány ezer milliárd forinttal nőtt meg a költségvetés bevétele az adóbevételekből. Ismerjük, hogy milyen tartalékai vannak a költségvetésnek, tehát igenis, hogy erre pénzt kellett volna szánni, ezért mondjuk azt, hogy több pénzre van szüksége az embereknek, több pénzre van szüksége az önkormányzatoknak, és a vállalkozásoknak is több pénzre lenne szükség. Ez a rendelkezésre itt nem értjük azt, hogy ezeket a kereteket miért határozták meg így. Ugye arról beszélnek, hogy itt 9000 milliárd a GDP-nek a 20-30%-át mozgatják meg, de nem látjuk. Tehát az a védekezési csomag, amit összeállítottak, az ugye közel 1900 milliárd forint, tehát hol van a többi 1000 milliárd, amiről beszéltek, mert segítségre most van szükség, hiszen az emberek most veszítik el az állásukat. Azt hogyan érné el, hogy egy vállalkozás, amelynek a piaca eltűnt, a bevételei eltűntek, mégis megtartsa az embereit? Mert ha jól értem, a javaslatuk erre irányul. Igen, pontosan. Ez Ausztriában is úgy oldják meg, hogy a teljes bérnek a 70-80 vagy akár 90%-át átvállalják. Ez Magyarországon 35% is maximálva lett a minimálbér felével, tehát a 75 ezer forintban, és ráadásul akik igénylik ezt a támogatást, azoknak nem kell a teljes állományt megtartaniuk, hanem itt Magyarországon, hanem csak akire leszerződnek, tehát ahány embert meg akarnak tartani, tehát sajnos az elkövetkezendő időszakban is nagyon sok embert fognak elbocsátani. Ugye láttuk azt, hogy Németországban 4 millió munkavállaló munkahelyét mentették így meg, Magyarországon sajnos ennek a hatása az sokkal kisebb, és ugye azért a Németország, vagy Ausztrián, vagy vegyük Romániát, vagy vegyük Csehországot, akkor nem nyugat-európai országok példáját, akkor ott sokkal nagyobb támogatást kapnak a cégek, és aki pedig elveszíti a munkáját, az sokkal hosszabb ideig kap ellátást, és sokkal az ottani viszonyokhoz képest, az átlagbérhez képest sokkal nagyobb támogatást kap, tehát nem kerül veszélybe a mindennapi megélhetése. Mennyi ideig látná fenntarthatónak ezt a rendszert, amiről most beszélt? A szakszervezetek javaslatát vettük mi figyelembe. Egy mondjuk Ausztriához hasonló megoldás az több száz, vagy akár több ezer milliárd forintba kerülne, csak ugye azért jobb a munkahelyet megtartani, az embereket bent tartani az adott cégeknél, hogyha újraindul a gazdaság, és látjuk már ennek a jeleit, hiszen ugye ma megint az autóipari cég bejelentett, hogy újrakezdi a termelést, több ilyen cég jelent, hogy újrakezdi a termelést, nagyon bízunk benne, hogy ez a tetőzés és a tetőzés követő esetszám csökkenés elhozza azt a lehetőséget, hogy lehet lazítani a különböző korlátozó szabályozásokon, de akkor már készen állva a
munkavállalók ott lennének és végezhetnék a munkájukat, de elveszítik a munkájukat, kikerülnek a cégtől, bekerülnek az álláskeresési rendszerben, akkor ezek az idők számukra nagyon-nagyon rossz idők, és konkrétan veszélybe kerül a megélhetésük. Mi a tapasztalatuk, a munkaadók is végrehajthatónak tartanák ezt? Azért kérdezem, mert azt mondta, hogy a szakszervezetek javaslatát vették át, de korábban többször is fontosnak tartották az érdekegyeztetést, amiben benne vannak a munkaadók is. Így van, ugye ennek a munkahelyvédelmi kormányrendeletnek az első verzióját, ezt a munkaadók is kritizálták, tehát sem a munkaadók nem értettek vele egyet, sem a munkavállalók, és ugye Parrag elnök úr, a kereskedelmi iparkamara elnöke is kritizálta ezt az első csomagot. Amit most a módosítást behoztak, az könnyít valamennyit ezen a helyzeten, javíthat valamennyit ezen a helyzeten, de ez még mindig kevés. És ugye ha multicég Magyarországon úgy reagál a kormányrendelet megjelenésére, hogy még aznap bejelenti a több száz fős létszámleépítést, akkor az azt jelenti, hogy az új kormányrendelet sem hozza meg a sikert. Tehát a kritikájukat, azt kell, hogy mondjam, nagyon sajnálatos módon ezek a cégek úgy fejezik ki, hogy elküldik az embereket. Amúgy volt nekünk egy javaslatunk, hiszen ezek a nagy multinacionális cégek az elmúlt években több száz milliárd, tehát 1000 milliárd forint nyereséget termeltek itt Magyarországon, ezért éppenséggel ők is hozzájárulhatnának a válságkezeléshez, például azzal, hogy nem bocsátják el az embereket, de a kormány is tehetne ezzel ellen, elrendelhetne elbocsátási moratóriumot a nagyobb nyereséget termelő multinacionális vállalatoknál, és bírják ki, és utána pedig ahogy helyreáll a gazdaság, akkor természetesen termeljenek újra nyereséget, de hát most arra van szükség, hogy ők is szálljanak be. Az nem egy reális és veszélyes forgatókönyv, hogy hiába mondja a kormány, hogy legyen moratórium és bírják ki, de nem bírják ki, és tokkal vonóval elmennek. Hát azért ez nem olyan egyszerű, hiszen elég komoly beruházásokat eszközöltek itt Magyarországon, nagyon sok pénzt költöttek el itt, és hát azért vannak olyan vállalkozások, akik stratégiai partnerei úgymond a kormánynak, és az elmúlt években több 10 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak. Tehát az állami támogatást kaptak, itt kialakították a termelési kapacitásaikat, most ebben az átmeneti időben igenis, hogy valamennyit visszaadhatnának, tehát nem tartom valószínűnek, hogy azt a döntést hoznak, hogy elmennek. Amúgy pedig, ha nagyobb állami támogatást kapnának a mostanihoz képest, akkor az nekik is segítség lenne. Itt különbséget kellett volna tenni a magyar kis- és középvállalkozások és a multinacionális cégek között, hiszen azok sokkal kevésbé tőkeerősek, és a magyar kis- és középvállalkozásoknak, ahogy ön is említette az imént, ott nagyon gyakran előfordult, teljes ellenullázottak a bevételek, tehát semmilyen bevételük nincsen, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és nem tudnak más tenni, mint hogy elküldik az embereket. A különadók rendszere, amelyet 2010 után újra bevezet a kormány, ezek szerint rendben van? Az, hogy a nagyobb kereskedelmi láncok és a bankok beszállnak a járványkezelésbe különadó formájában, igen, ez részemről rendben van. Az már nincsen rendben, hogy a bankadó felét fel lehet ajánlani a látványsportra, tehát itt megint tesz egy kivételt a kormányzat, azt meg abszolút elutasítjuk, és tiltakoztunk is ellene, hogy az önkormányzatoktól elvonták a gépjármű adót, ráadásul a bankok 5 éven belül vissza is kapják ezt a pénzt, miközben az önkormányzatok ilyen ígéretet nem kaptak. Ez egy-egy önkormányzatnál több százmilliós, akár milliárdos bevételkiesést jelent, amellett, hogy természetesen az önkormányzatok iparűzési adóbevétele is jelentősen csökkenni fog. Tehát az önkormányzatok tehervállalása ebből a szempontból igazságtalan, miközben többletfeladatot látnak el, hiszen az otthon maradó idős emberekről az önkormányzatoknak kell gondoskodni, és ahogy önnek is említettem, a kormány helyett végrehajtott intézkedések költségét is nekik kell állni. Ugye azért egy-egy tesztelés az több millió forintba kerül egy-egy ilyen idős otthonnak a letesztelés, ezt az önkormányzatok most bevállalják, többletterhet válnak, és mégis elmondnak tőlük. Mi a tapasztalatuk? Az önkormányzatok ilyenkor újra tervezik, ha már van elfogadott költségvetésük járvány előtti, meg járvány utáni időszakra? Biztos vagyok benne, hogy szükség lesz az újratervezésre, hiszen
a bevételek csökkenni fognak, a kiadások pedig növekedni, hiszen olyan élethelyzetek alakulnak ki, szociális válsághelyzetek, akkor ott nyilván az önkormányzatnak segíteni kell. Itt majd nyilván minden önkormányzat eldönti, hogy milyen kiadásról mond le, de az biztos nem segíti ezt a az újratervezést, hogyha a bizonytalan az önkormányzat finanszírozás, és az állam pedig elvon bevételt tőlük. A központi költségvetésre a Magyar Szocialista Párt dolgoz ki alternatív javaslatot? A központi költségvetés, ahogy említettem, nagyon sok tartalékkal rendelkezik. Tulajdonképpen arra tudok visszautalni, amilyen költségvetési módosításokat mi az elmúlt években benyújtottunk, hogy több pénz legyen az egészségügyre, több pénz legyen az oktatásra, több pénz legyen a szociális ellátásra, és kevesebb például az állam fenntartására, kevesebb a köztévé, propaganda tévé finanszírozására, kevesebb stadionokra, és akkor itt egy nagyon hosszú sor tud még felsorolni, hogy mire nem kéne most költeni. Ráadásul ugye az Európai Unió is adott egy lehetőséget minden tagállamnak, hogy az eddig folyósított, megítélt Európai Uniós pályázatokat is újra tervezzék, tehát szinte szabad kezet kaptak ebben. Itt sem látjuk azt, hogy a kormányzat ezen a mostani a korábbi döntésünk változtatni kívánna, hogy például 600 milliárd forintot jutatnak a turisztikába, ami persze abban az esetben indokolt lehet, hogy újrainduljon ez az ágazat Magyarországon, de ha megnézzük a szállodatulajdonosokat, Mészáros Lőrinc és a miniszterelnök rokonsága, akkor ugye megint azt látjuk, hogy meg ők tudnak szállodát felújítani, majd ők tudják a saját infrastruktúrájukat feljavítani, tehát azt látjuk, hogy bizonyos köröknek kedvez a kormányzat, de a többségről lemond, és sajnos ez elmúlt években is a társadalom filozófiájában a finanszírozás tekintetében ugyanez volt a hozzáállása a kormánynak. Milyen műhelyekben dolgozzák most ki a Magyar Szocialista Párt gazdasági javaslatait? Nagyon sok szakértő dolgozik az MSZP mellett, ugye leginkább MSZP frakciója mellett, illetve hát a Szociális Demokrácia Intézet, amit a Párbeszédben közösen hozott létre, két pártalapítvány, ott is nagyon sok szakértő dolgozik, tesz javaslatokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a korábbi hetekben is látható volt, hogy mi igyekeztünk konstruktívan hozzáállni a válságkezeléshez, a javaslatokat megfogalmazni, amelyekből többet a kormányzat át is vett, mondjuk itt az e-receptek szabálymódosítására, gondolok itt az iskola bezárásra, sok-sok javaslatot megfogadtak. Most viszont azt tapasztaljuk, hogy ezeket a javaslatainkat már nem veszik figyelembe, nem fogadják meg, most nyilván kritikai észrevételeket tudunk tenni, de mindig teszünk olyan javaslatot, amely álláspontunk szerint megfelelőképpen biztosítaná, hogy az emberek ne kerüljenek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe. Elnök úr, a koronavírus járvány változtatotta az MSZP ellenzéki politizálásának minőségén, a mikéntjén, hogy hogy állnak hozzá? Én azt gondolom, hogy ez egy különleges helyzet. Nem gondolom, hanem ez így van. Tehát rendkívüli helyzetben nyilván mindenki igyekszik a társadalomban felmerülő problémákra reagálni. Az MSZP korábban is nagyon sok javaslatot tett. Talán most ebben az időszakban ezek a javaslatok nagyobb nyilvánosságot kapnak, és mi is nagyon igyekszünk figyelemmel kísérni a kormányzati intézkedéseket, hiszen nyilván például a mozgásra, az érintkezések lecsökkentésére vonatkozó javaslatokat támogattuk. Ezek, azt gondolom, a konstruktivitásunk az megvolt, és szeretném, meg is lenne. De hát ugye a felhatalmazási törvény tárgyalás és megszavazása idején, amikor maga a miniszterelnök összefogásra szólított föl, és ugye az ellenzék pedig csak egy gesztust kért a miniszterelnöktől, és ez az összefogás létrejöhetett volna, tehát ha lett volna egy határidőben a felhatalmazási törvényben, akkor 10 év után először fordulhatott volna elő, hogy teljes egyhangú szavazás történik a magyar parlamentben, ilyen nagyon nehéz és súlyos helyzetben. A miniszterelnök eltötte a kinyújtott kezünket. Ettől függetlenül igyekszünk azért olyan javaslatokat megfogalmazni, amely figyelembe veszi a
szakszervezeteknek a javaslatait, figyelembe veszi a munkáltatók javaslatait, és a természetesen, ugye, amit látunk az egészségben és a szociális ágazatban, ott is, vagy akár az oktatásban, ott is igyekszünk az érintetteknek a javaslatait figyelembe venni. Nekünk nagyon a legfontosabb a magyar emberek élete, a magyar emberek egészsége és megélhetési biztonságának a garantálása, úgyhogy ezt szerint folytatjuk a politizálásunkat. De nyilván politikusok is, vagyis meg akarnak nyerni egy választást, lehetőleg a következő választást. Mit hozott volna az MSZP-nek, meg az ellenzéknek az, ha teljes testével odaáll a kormány mellé ebben a helyzetben? Ezt megtettük volna. Ugye az előbb is erre utaltam, hogy mi ebben a helyzetben, az elmúlt 10 évben elszenvedett sérelmeink, fájdalmaink ellenére is ezt a nevezhető nemzeti konszenzusnak, nemzeti egységnek, mi ebben partnerek lettünk volna. De vannak olyan határok, amiket nem lehet átlépni, ez például a korlátlan ideig tartó felhatalmazása a kormánynak, miközben látható, hogy a parlament most is idésedik, tehát teljesen érthetetlen, hogy miért volt erre szükség, illetve sajnos egy politikai játszmának voltunk a szemtanúi, mert pontosan ezt akarta elérni a miniszterelnök, hogy ne jöjjön létre ez a nemzeti egység, ez a nemzeti konszenzus, ő maga akarja megvívni ezt a csatát, ugye hallottuk, hogy 133 bátor embere van a parlamentben, rájuk támaszkodik, tehát igazából politikai célokat követett ebben. Mi lemondtunk volna ebben az időszakban, az átmeneti időszakban ezekről a politikai célokról, és tényleg létrehozhat lehetett volna hozni egy nemzeti konszenzust. Én nagyon sajnálom, hogy ezt a miniszterelnök elmulasztotta, ettől függetlenül igyekszünk a saját módunkon, saját lehetőségünkhez mérten kivenni a részünket a válságkezelésben. Ugye köztudott az, hogy több rajtam kívül is több politikustársam végez önkéntes munkát, az ellenzéki polgármesterek is végzik a munkájukat, és ugye az MSZP képviselői lemondtak a fizetésükből 1 millió forintról, 15 millió forint értékben tudtuk védőfelszerelést, tisztítószereket beszerezni, és juttattuk el az ország közel 100 pontjára, és most is tervezünk ilyen akciót, hiszen a fizetésemelésünkről lemondtunk, ezt egy alapba gyűjtjük, és jövő héten pedig alapvető élelmiszereket szeretnénk eljuttatni oda, ahol erre most szükség van. Koronavírus törvény szavazásának idején nem látták át, hogy a miniszterelnöknek, ha kétharmados többsége van, akkor nincs szüksége ennél többre? Én azt gondolom, hogy persze igen, a számok szerint igen. De ugye itt pont ezt próbálom megfogalmazni, hogy itt emberekről van szó, és magyar választópolgárokról, akik közül sok millióan ellenzéki választópolgárok, tehát az önkormányzati választáson is láttuk, és ők bizalmatlanok a kormánnyal szemben, ugye nyilván az elmúlt 10 éves politikai alapján ez teljesen érthető, de ez a bizalom most legalább erre az időszakra, a veszélyhelyzet idejére, a válsághelyzet idejére, ez a bizalom helyreállítható lett volna. Tehát mi ellenzéki pártok, pont ezért tettük ezt a gesztust, ezt a javaslatot a kormányzatot, hogy rakjon bele egy határidőt ebbe a felhatalmazási törvényben, mert ezzel, ha megszavazzuk, akkor az ellenzéki választóknak is nagyobb a bizalma, és itt most az egymás támogatás, az egymás iránti bizalom, az nem csak a politikában lett volna fontos, hanem mindennapi életben is. Az nem elég határpont, hanem is határidő, hogy csak a veszélyhelyzet fennállásáig tart fent ez az állapot? Hát nem tudjuk, hogy a veszélyhelyzet fennállását ki hogy ítéli meg. Ugye az a fő probléma, hogy a miniszterelnök sem persze, hogy most már mikor lesz vége, hogy lesz a tetőzés után, de nem látunk semmilyen garanciát arra, hogy amikor tényleg elmúlik a veszélyhelyzet, akkor ezt a törvényt visszavonják. Ugye maga, ezért nem nagyon szeretnék jogászkodni, hogy a maga a törvény arra vonatkozik, hogy a veszélyhelyzet idején meghozott kormányrendeletek hatája, annak nincsen időbeli korlátja, mert a veszélyhelyzetről most is a kormány dönt, ugye az alaptörvény értelmében, tehát addig van veszélyhelyzet, amíg a kormány azt mondja, hogy veszélyhelyzet van, viszont az alap meghozott kormányrendeleteknek nincs meg az időbeli hatája. Mi ezt kértük, hogy ennek legyen június 30-án
egy határideje, amely meghosszabbítható, és nézve a Romániában a szükségállapot kihirdetéséről elektronikus úton tudott egyhangulag szavazni a román parlament, akkor ez kizártnak tartom Magyarországon el lehetett volna megoldani. Mi a véleménye arról, hogy közvéleménykutatási adatok szerint általában a kormány népszerűsége emelkedik ebben a válsághelyzetben is? Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat. Ugye Magyarországon is pont egy friss Velvet Research kutatást ismertem meg. Magyarországon is nőtt 3-4% a kormánypártnak a népszerűsége, illetve a támogatottsága. Németországban sokkal több, 10% fölött nőtt, ahol ugye általában a kormánypártoknak a népszerűsége nőtt, a Trump amerikai elnöknek a népszerűsége 11%-kal nőtt, holott látjuk innen messziről is, hogy elkésett intézkedések vannak, de mégis hát nyilván ilyenkor egy ilyen válsághelyzetben az éppen aktuálisan kormányon lévő pártok, ők tudnak intézkedni, ők tudnak rendelkezéseket hozni, viszont ez a kutatás azt is mutatja, hogy a kormány intézkedéseink megítélése egészségügyi vagy akár gazdaságvédelmi intézkedései tekintetében közepesre minősítették a kormány munkáját, tehát ez azt jelenti, hogy milyen Fidesz szavazói közül sem mindenki teljesen elégedett ezzel a válságkezelési tevékenységgel. Amúgy a kutatás szerint az MSZP párbeszéd támogatottsága is emelkedett 2%-kal, de meg kell mondanom önnek őszintén, hogy most abszolút nem a pártreferencia fontosabb sem számomra, sem az MSZP számára, hanem ahogy mondtam, az, hogy az emberek minél nagyobb biztonságban lesenek, és minél kevésbé kerüljön beszélbe a megélhetésük. Hosszú távú hatása egy válságkezelésnek legyen az a kormányra vagy az önkormányzatokra nézve ön szerint lehet? Magyarán, aki most ebben jól teljesít, az megtarthatja a pozícióját? Nézze, ez nyilván a válságkezelés társadalmi gazdasági hatásaitól függ. Tehát ha van egy sikeres válságkezelés, és a gazdaság könnyebben vissza tud kerülni a régi kerékvágásba, illetve hát ugye nem csak a gazdaság, hanem leginkább a családok megélhetése az kevésbé kerül veszélybe, kevésbé lesznek kiszolgáltatottak az emberek, tehát sikeres a válságkezelés, nyilván az befolyásolja majd egy adott kormánynak a támogatottságát. Mi az ellenzéki oldalon is, tehát azt gondolom, hogy az a politika, amit viszünk, hogy konstruktív javaslattevő politika, ez nem a népszerűség növelésről szól, de azért akceptálják a választópolgárok. De ha nem sikerül egy válságkezelés, és kiderül majd a későbbiekben, hogy elhibázott döntések voltak, vagy kevés volt az a segítség, amit az emberek kaptak, hogy átvészeljék ezt az időszakot, akkor az is befolyásolja a kormány támogatottságát, csak éppen fordított negatív irányba. Az önkormányzati választásokra volt ellenzéki együttműködés, sikeres is volt, utána jött a koronavírus járvány. Van az járvány időszakban ellenzéki együttműködés, egyeztetés bármiről? Igen, természetesen van. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 3 közös sajtótájékoztatót is tartottunk. Van folyamatos konzultáció, egyeztetés. Nyilván az ellenzéki pártok közül kiki a maga ideológiai keretében fogalmaz meg javaslatokat, de ebben is nagyon sok hasonlóság van. Például az álláskeresési időszak meghosszabbítás és az álláskeresési járadék megemelése tekintetében. Ezekben is van együttműködés. De mondok önnek most egy példát, a Lödi polgármester kérte a parlamenti képviselőknek a segítségét abban, hogy ami ott történt, hogy egyszerűen elvontak egy iparterületet az önkormányzattól, ezzel együtt a költségvetésük egy harmadát is elvonták, hogy az alkotmánybírósághoz forduljunk, annak érdekében, hogy ez az alaptörvény ellenes intézkedést semmisítsék meg, tehát ebben is van ellenzéki együttműködés, nem csak a pártok között, hanem természetesen az ellenzéki önkormányzati vezetők között is. Ilyenkor megvizsgálják, hogy például Gödön a helyi képviselőtestület működése az milyen?
Hát ugye most a helyi képviselőtestületek nem működne, hanem a polgármesterek rendelkeznek intézkedési jogosítványal, de a nyilván ami ott történt, hogy a megyei önkormányzathoz irányítják a Gödi önkormányzati bevételt, ez azt gondolom, hogy teljesen elképesztő és elfogadhatatlan. Az nem akceptálható érv, hogy a Samsung az ország egyik legnagyobb beruházása, 2700 új munkahely teremtése folyik, vagyis egy különleges gazdasági vezetet kell létrehozni? De szerintem ilyenkor a legfontosabb az lenne, hogy ahol ez a gyár elhelyezkedik, ott minél jobb kapcsolatot törekedjenek az ott élőkkel, illetve az ott működő önkormányzati vezetőkkel. Itt egy olyan drasztikus lépésre került sor, ami nem az egyeztetés és a párbeszédet szolgálta, hanem egy ilyen drákói döntéssel egyszerűen a kormány kivette az intézkedés lehetőségét az önkormányzat kezéből. Ahogy nyilván minden beruházás fontos, minden új munkahely nagyon fontos, pláne ezekben az időkben, de hát azért a munkahelyteremtés mellett ott vannak azok a fontos értékek is, mint a környezetvédelme, az ott élőknek a biztonsága, tehát ezeket is figyelembe kell venni minden beruházásnál. Mikor kezdődik ön szerint újra a nem koronavírusról szóló politizálás időszaka? Hát nyilván elmúlik ez a veszélyhelyzet, és sikerül leküzdeni a járványt. Tehát erről nagyon-nagyon eltérőek a szakmai vélemények, mivel nem is szeretnék ebben nagyon belemenni, nem vagyok orvos, és nem tudom megjósolni, de úgy látom, hogy ugye a tudomány sem teljesen lát tisztán, hogy mi történik, hogy történik. Abban van konszenzus, hogyha sikerül kifejleszteni egy vakcinát, egy oltóanyagot, és ha sikerül majd alkalmazni, akkor lehet mindenki nyugodt. Nem tudom, hogy meddig tart ez, de addig is mi arra törekszünk, hogy olyan javaslatokat fogalmazzunk meg családok megélhetése tekintetében, a gazdaság megóvása, a munkahelyek megóvása tekintetében, amely még ebben a helyzetben is segít az embereknek. Mi gondol, lesz-e ennek a járványnak hatása az MSZP általános politikájára? Például látni az Európai Unió teljesítményét, az ottani együttműködéstől változik-e a véleményük, vagy az egészségügyről, vagy az oktatásról? Mindkét területen rettentő nagy változások vannak most. Így van, ahogy mondtam, nyilván minden párt a saját értékrendszere szerint közelíti meg ezeket a kérdéseket. Mi szociáldemokrata baloldali pártként mindig a fókuszba helyezzük azokat a társadalmi rétegeket, akiknek a közösből az ő boldogulásukra többet kell szánni. Mind a mellett persze, hogy szükséges a gazdasági növekedés, csak mi nem úgy gondolkodunk, hogy a gazdaság növekedése a cél, hanem úgy gondolkodunk, hogy a gazdaság növekedése eszköz arra, hogy felzárkóztassuk a lemaradó társadalmi, leszakadó társadalmi rétegeket, eszköz arra, hogy mindenki számára hozzáférhető magas színvonalú oktatási rendszer legyen, eszköz arra, hogy ugyanilyen mindenki számára hozzáférhető magas színvonalú egészségügyi ellátás legyen, tehát nem a mi fókuszunkban nem a célként jelenik meg a gazdasági növekedés, hanem eszközként, amely egy teljesen más átformált újraelosztási rendszerben egy olyan társadalmi szerkezet tud kialakulni, ami nem a nagyon gazdagokról és a nagyon szegényekről szól, hanem ezek a társadalmi ólók, ezek folyamatosan szűkülnek, és esélyt kapnak a munkavállalásra, esélyt kapnak az oktatásra, esélyt kapnak az egészségügyi ellátásra azok is, akik most sajnos ebből kiszorulnak. Milyennek látják egyébként az oktatás meg az egészségügy teljesítményét ebben a válságos helyzetben? Azt kell önnek mondanom, hogy minden tisztelet és köszönet az egészségügyben dolgozóknak. Az ő, tulajdonképpen ők viszik a vállukon ezt a legfontosabb járványkezésben a legfontosabb felelősséget, és tényleg az embernek összeszorul a szíve, hogy azért az elmúlt néhány hétben, néhány hónapban hányan látták ezt a feladatot védőfelszerelés nélkül. Ugye ez is egy javaslatunk volt, amit a kormány megfogadott, hogy kapjanak egyszerű 500 000 forintos
juttatás, de mi azt javasoljuk, hogy emeljék is a fizetésüket, és a pedagógusok előtt is le a kalappal, hiszen ugye egyik pillanatra a másikra átállni egy teljesen új és más oktatási metódusra, ez sem könnyű, mind a mellett le a kalappal a szülők előtt is, ez személyes tapasztalatom is, de négy gyermekem, aki oktatási intézmény otthonról tanul most, azért ez a szülőknek is egy nagyon-nagyon komoly feladat és nagyon komoly kihívás, és tényleg a tisztelet és a köszönet az, ami jár azoknak, akik a frontban szolgált minket, és mehet még tovább, nyilván akik szállítanak árut, akik személyeket szállítanak, akik szociális intézményekben dolgoznak, hogy itt is javasoltuk, hogy a szociális ágazatban dolgozók is kapják 2500 forintos juttatást, hiszen ők is hatalmas nagy küzdelemben végzik a munkájukat, és hát veszélyben, de ezért is most visszatérve a beszélgetésünk elére, ezért is lenne nagyon fontos, hogy legalább mindenhova eljusson a megfelelő mennyiségű és minőségi végrehajtás. Az Európai Unióhoz, annak bürokráciájához való szocialista viszony, az fog változni a mostani tapasztalatok alapján? Nagy vita van arról, hogy mit segít nekünk az Unió meg a bizottság. Nézze, az európai bürokráciával kapcsolatban nem változott a véleményünk, mert túl nagynak tartjuk a bürokráciát, és lassúnak, nehézkesnek a döntéshozatal. Tehát eddig is ezt mondtuk, és most is ezt mondjuk, de azért azzal, hogy az Európai Unió, hogy említettem önnek, felszabadítja ezeket a támogatásokat, legalábbis felhasználási cél tekintetében, hogy gazdasági alapot hoz létre. Nem igaz az állítás, hogy a gazdaságvédelmi keretekben nincsen Európai Uniós támogatás, mert van Európai Uniós támogatás. Nem látjuk még pontosan a végét, hogy milyen pénzügy-gazdasági válság kerekedik ebből a helyzetből. Én nagyon bízom benne, hogy az eddig látott konstruktív hozzáállás nem fog változni, és nagyon bízom abban is, hogy csökken a bürokrácia, de az Európai Unió egy bürokratikus rendszer, tehát ezzel kapcsolatban is sokszor megfogalmaztuk kritikát. Többeknek már víziója is van arról, hogy milyen lesz a világ a válság, a koronavírus járvány után. Fog ez a világ, már ha önnek is van ilyen víziója, kedvezni a baloldali politizálásnak? Ezt én nem tudom megítélni, hogy kedvez, de nem kedvez. Nekem meggyőződésem, hogy a szociális érzékenység is, amit kifejtettem, az újraelosztási rendszerek átalakítása, az emberek boldogulásának a segítése, és emellett nagyon-nagyon fontos törekvésnek és célnak tartom ugye a környezetvédelmet, a klímavédelmet. Én bízom benne, hogy nagyon sok politikus gondolkodásra sarkal majd ez a helyzet, és ezekben lesz majd változás, hiszen ugye a klímavédelm a jövőnkről szól, a baloldali politika pedig a jelen megélhetéséről, ami ugyancsak nagyon fontos. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Tóth Bertalant, a Magyar Szocialista Párt elnökét, parlamenti frakció vezetőjét hallották telefonon keresztül. Azért úgy, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükségeste csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, viszont hallásra, köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok, viszont hallásra, köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok, viszont hallásra, köszönöm a figyelmet.